Isten értessen beleteket az első feles éjszakát a kapcsolatban. 2021. július első hétvégén tartottuk Tanyasi Ökoközösségünk konferenciáját, mely Tanyasiak konferenciája névre van keresztelve. Ökoközösségünk a fenntartható visszafejlődés eszme köré jött létre. Kizárólag olyan családok csatlakoznak hozzá, akik életvitelszerűen tanyán élnek, és azon túl törekednek arra, hogy fenntartható módon kisebb ökológiai lábnyommal éljenek, próbálják megvalósítani közösségbe vagy külön-külön az élelmiszerönellátás teljes vertikumát. A konferenciákon olyan neves előadók vettek részt, mint Mag Zsuzsanna, aki az erdőkertekről, azok kialakításáról és szükségességéről tartott egy csodálatos szakmai előadást, és lehetőségünk nyílt az előadás után kérdéseket is feltenni. Következő előadónk a szakmai csoportokban aktív, gyönyörűen fogalmazó és szintén tanyán élő Kovács Völfinger Diana volt, aki a Szikvirág tanyáról érkezett közénk, és aki az élelmiszer önellátás rejtelmeibe avatott be bennünket. De bemutatkoztak új tagjaink is ezen a konferencián, olyanok, akik a tavalyin még nem tudtak bemutatkozni, akikről még nem láthattatok a Fenntartható Visszafejlődés YouTube csatornáján felvételt, elmondják az ő tanyára találásuk útját, elmondják azt, hogy hogy érkeztek meg végre a tanyára, mivel foglalkoznak, mennyi ideje laknak tanyán. Közöttük van olyan is, aki már egész régóta, gyerekkora óta tanyán él, mégis szeretne közösséghez tartozni, így csatlakozott közösségünkhöz. És olyan újdonsült tanyasi család is bemutatkozott, aki az első tanyasi éjszakájáról érkezett hozzánk tanyára. Tagjaink általában városból kiköltöző emberek, olyanok, akiknek céljuk a tiszta élelmiszerfogyasztás, akik felismerik azt, hogy gondoskodva kell uralkodnunk ezen a világon, és mikor bármi állati eredetű élelmiszert megvásárolok, akkor azzal szavazok. Szavazok egyfajta állattartásra, szavazok egy olyan gazdálkodásra, amire nem akarok szavazni, amiről semmit nem tudok, és amely nem felel meg az Isten által ránk bízott gondoskodva uralkodni parancsnak, amely nem fenntartható, kizsigereli az állatokat, kizsigereli a növényeket, tönkretéve ezzel a talajt, a talajvizet, amit ugye unokáinknak át kell adnunk, felelősen kell átadnunk. Iratkozzatok fel a Fenntartható Visszafejlődés YouTube csatornájára, nyomjátok meg a csengőt is, és akkor nem maradtok le ezekről a videókról, az összes elhangzott szakmai előadást közzé fogom tenni. Persze olyan előadások is voltak, amik nem közösségi média kompatibilisek, azokat sajnos a jelenlegi cenzúra miatt nem oszthatjuk meg veletek. Hogyha gondolkoztok azon, hogy ti is szívesen megmentenétek egy alföldi tanyát, ti is vásárolnátok egy kis gazdaságot, akár egy zárt kert ingatlant, és életvitelszerűen szeretnétek külterületen lakni, akkor lépjétek meg, én arra tudlak biztatni benneteket, mentsetek meg ti is egy végnapjait élő tanyát, és nem vagytok egyáltalán egyedül. Nem vagytok egyedül azzal a gondolattal, hogy oda kiköltöztök, hogy a társadalomból kicsit kievonultok, többen vagyunk, és mi szívesen leszünk társaitok ezen az úton, szívesen nyújtunk szakmai, baráti és akármilyen segítséget, hogyha csatlakoztok közösségünkhöz, de ennek feltétele az, hogy életvitelszerűen ott éljetek már az általatok kiválasztott tanyán. Amennyiben ez a videó felkeltette az érdeklődéseteket és szeretnétek csatlakozni, úgy írjatok privát üzenetet a szelidmezőgazdaság@gmail.com címre, ezen a címen rendelhető még meg néhány példány maradt, Fenntartható Visszafejlődés 2, a Szelíd Mezőgazdaság című második könyvemből, tehát ez is megrendelheti a szelidmezőgazdaság@gmail.com címen, olvasgassátok, egy kis bátorítás mellett szakmai útra valót is találtok benne, egy családi ökogazdaság, egy élelmiszerön ellátó gazdaság, egy egyszerű kis tanya megtervezésébe és vásárlásába. Elmondjuk oda a kamerába, amit el szeretnénk mondani? Én szeretném, igen.